Fazekas mester várja a látogatókat, a Farkas Florence a sokoldalú tehetség, birkapörkölt főzésre készülve, gázpisztolyból lőttek püspökladányban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 23-án 18 óra 5 perckor. Az önkormányzat és a Györffy István Nagypun Múzeum együttműködésével a Kántor Sándor Fazekasházban júniustól Esznagy István fazekasként dolgozik. A Kossuth-díjas névadó munkái mellett a másik kiállító teremben négy kántor tanítvány, Esznagy István, F. Szabó Mihály, Kovács László és Szűcs Imre munkái láthatóak. És hogyan kezdett korongozni ifjabb Esznagy István, erről beszélgettünk vele. Gyerekként Kántor Sándor fazekas műhelyébe már 4 éves koromra visszaemlékezve én voltam a legkisebb a közelben, és én szedtem ki az agyagforgácsot a korong alól, és így kezdődött az első érintkezésem az agyaggal, utána viszont már gyermekjátékszerek, gyurmázás, kis szobor, és a rengeteg-rengeteg olyan fazekas tudás, amit gyakorlatilag nem is tudtam, hogy én azt hittem, hogy ez a természetes dolog, hogy mindenki tudja, de aztán azon gondolkoztam el ezen a dolgon, már most így felnőtt fejjel, hogy olyan dolgok jutnak eszembe, ami gyermekkoromban láttam, és megragad bennem, és így remélem, hogy tovább tudom adni a további gyereksereknek. Tehát akkor megvannak az apuka mozdulatai, amivel mondjuk mintázott, írókázott, égetés. Tehát sok-sok olyan élménye van, amit gondolom, hogy most így összetornyosulnak az emlékek. Hát igen, gyakorlatilag a pályám az 1985-től katonaságig autószerelőként. Az első szakmám autószerelő, és apukám nem engedett el kollégiumba, Hódmezővásárhelyen lett volna egy induló szakmunkás iskola, de azt mondta, hogy én túl vadóc ember vagyok, és 14 évesen nem engedett el kollégiumba, meg kellett várnom a katonai időt, hogy lett. Egy komoly férfi ember lett? Ami így van, és akkor már katonaviseltként tudtam neki mondani, hogy na, édesapám, én innestől kezdve fazekassággal akarok foglalkozni. Azt mondta, letöltötted a katonai idődet, és kész. Innestől kezdve beálltam Inasnak, Badár Balázs Múzeum fazekasházban kezdtem. Gyakorlatilag a 18. századi berendezésen tanultam meg, mint ahogy valójában egy igazi fazekasinos annak idején. Tehát lábhajtású korong, kézzel tekerős mázőrlő, agyaggyúrópad és ugye fatüzelésű kemencék. Tehát én hamarabb tudtam fatüzelésű kemencébe égetni, mint korongozni. Tehát az egy kicsit hosszabb folyamat. Mennyiben határozta meg az ön stílusát, formavilágát az édesapja? Mindenféleképpen. Itt a közép-tiszavidéki, felső-tiszavidéki kerámia tárgyak rekonstrukcióját végezte el Kántor Sándor gyakorlatilag, és ezt a hagyományt továbbfejlesztve, mint kántor életművet mi tovább visszük már most. Itt az édesapja dolgait látjuk. Melyek azok a minták, amit majd utána megmutatunk külön, ami önre is jellemző, és mondjuk kedveli és alkalmazza? Legszívesebben a karcolt kerámia, tehát tiszafüredi és a mezőcsáti áll szívemhez legközelebb, tehát a Biskakancsókon is ezek a mezőcsáti tiszafüredi motívumok állnak. Az ecsetes, az gyakorlatilag Gyöngyös és Pásztóra jellemző, egy kicsit már távolabb van tőlünk, de én ezt a tiszafüredi mezőcsáti mintákat szeretem. Milyen az Esznagy Pistás, mert az apukájét azt tudjuk, de milyen a fiatalabb Esznagy Pistára jellemző? Tehát, ha én most ránézek, tudni fogom az elmondottak alapján, hogy igen, ez az ön munkája? Színekben mindenféleképpen ezek annyira kötött hagyományok, hogy ettől eltérni nem lehet. Tehát igyekszünk azokat a
tüzes színeket, amit régen is használtak a fazekasok, most jelen pillanatban is a tárgyakon megjeleníteni, de próbálunk egyre jobban olyan festékanyagokat használni, ami már modernebb, és nem tartalmaz azokat a oxidokat, amivel vigyázva kell dolgozni. És itt a Kántor Sándor Fazekas házban néhány napja elkezdett dolgozni. Mit is csinál itt? Itt tulajdonképpen úgynevezett teremőr státuszom van, tárlatvezetést végzek, az udvar karbantartása, a ház karbantartás és mellette az élő fazekasság beindítása, ami a legfontosabb dolog. Itt meg kell, hogy említsem, hogy most már egész éves nyitvatartás a múzeum által, egész évben várjuk a látogatókat és a kézműveskedni vágyókat a fazekas műhely rendelkezésre mindenkinek. Tehát akkor ez azt is jelenti, hogyha mondjuk jön egy csoport előzetes bejelentkezés alapján, akkor valami kis karcagi emléket mindenki készített, és itt a kemencében esetleg ki is lehet égetni? Természetesen minden lehetőség van, szeretettel várunk mindenkit. Akkor reméljük, hogy sokan jönnek, és milyen érzés volt most visszaülni a korong mellé? Fantasztikus korong, de a korongozás mellett gyakorlatilag sokkal nehezebb volt, valami ilyen karcag, lelki dolog lehet ebben, mert itt van valahogy könnyebben megy a munka. Tehát ez fantasztikus érzés, ahogy leültem a koronghoz, rögtön visszajöttek azok az emlékek, ami olyan, mintha múlt héten hagytam volna abba a korongozást. Büszke lenne most erre az édesapja? Remélem, igen. Igazi sokoldalú tehetség a Farkas Florence, a karcagi Nagykun református általános iskola végzőse, aki számtalan tanulmányi, mese és versmondó versenyen vett részt az elmúlt években. Idén sok versenyt online rendeztek. Florence jobban szerette az ilyen megmérettetéseket, mert ott kevésbé izgult, mint amikor színpadon kell kiállni az emberek a zsűri elé. Igen, én jobban szeretem az online versenyeket, mivel ott kevésbé izgulok, mint amikor a színpadon kell állni az emberek előtt. Pedig hát azért én korábban láttalak téged mesemondó, versmondó versenyeken, tehát ott azért ki kell állni a zsűri elé. Igen, már megszoktam az emberek előtt beszélni. És mi a nehezebb, verset mondani, vagy mesét? Mindkettőt szeretem. Nem mondanám egyiket se nehezebbnek, talán a verseket jobban szeretem. Kedvenc költőd versed? József Attila. És tőle mit szeretsz szívesen mondani? Verseket, a kedvenc versem a Tiszta szívvel. A magyar mellett kedvence a matek, ebből is több versenyen vett részt idén. A magyar, illetve a matekot is nagyon szeretem. Voltál valami matek versenyen is? Eddig nem sokan, de jövő héten pont megyek egyre. Hát akkor még van miért szurkolni. Egyébként bizonyítványod milyen volt fél évkor? Kitűnő voltam. És hova fogsz menni 8. után? A Karcagi Nagykun Református Gimnáziumba, bioszkémia tagozatra. És miért nem a magyarra, hiszen sok magyar versenyen voltál? Mert a jövőben ezzel szeretnék foglalkozni. De mi leszel, ha nagy leszel? Most orvos szeretnék lenni. És miért? Tehát ez valakinek a hatására, vagy milyen élmény volt az, ami alapján így döntöttél? Papám is orvos, de nekem tetszik, mert az embereknek tudok segíteni vele. Sajnálja, hogy elválnak útjai társaival, de többen mennek a refibe, így ott találkoznak majd. Én nagyon szeretem az osztályom, sajnálom, hogy ez az utolsó év. Hát de gondolom többen maradnak majd itt, akik mennek a refibe, és akkor még ott tartjátok a kapcsolatot. Egyébként mit olvasol szívesen? A kedvenc írom Leinár Laura. Tőle az összes könyvet olvastam majdnem, de leginkább ifjúsági irodalmat szoktam olvasni. És egyébként mondjuk ha kaptok biológiából, vagy történelemből egy olyan feladatot, amikor utána kell olvasni, akkor inkább neten, vagy kézbe fogod a könyvet, tehát milyen olvasó vagy? Inkább neten szoktam olvasni, az könnyebb.
És egyébként mit kell még róla tudni? Vidám ember vagy? Szereted a zenét? Jársz a zeneiskolában? Mesélj egy picit magadról. 4 évig zeneiskolába jártam, nem is 6 évig. Fúvaláztam. Viszont az iskola miatt abba hagytam, mert túl sok volt már, de amúgy nagyon szeretem a zenét, és gondolkoztam abban, hogy újra elkezdek fuvalázni, mert hiányzik egy kicsit. És a zene számodra az mit jelentett? Tehát volt egy nagyon nehéz nap, hazamentél, és mondjuk tanulás előtt játszottál valamit, vagy akkor mit játszottál? Mindig mást, igazából a fuvalatanárom által feladott darabokat, de igen, kikapcsolódást jelentett. És mivel lettél több, hogy zeneiskolába jártál? Mondjuk rendszerető, precízebb, tehát milyen plusz tulajdonságokat kaptál? Úgy gondolom, hogy zeneiskolába jártam, alapból nagyon jó, hogy megtanulhattam egy hangszeren játszani, illetve mikor fuvaláztam, nyugodtabb lettem, úgy éreztem. Mint ismeretes, a 2021. évi birkafőző fesztivál az érvényben lévő korlátozások miatt elmarad. Arra kérünk mindenkit, legyen karcagi, nem karcagi, elszármazott karcagi, sosem volt karcagi, majdnem karcagi, hogy ezen a napon családi baráti társaságban ügyelve a jogszabályi előírásokra készítsen hagyományos hungarikum karcagi birkapörköltet. Az online birkafőző verseny, ez a tavalyihoz hasonlóan úgy zajlik, hogy 26-án és 27-én elkészült birkapörköltekről várjuk a fotókat, illetve videófelvételeket, majd a képernyőn látható elérhetőségre kérjük, hogy küldjék el, és a kollégáim ezeket a fotókat, videófelvételeket fel fogják tölteni a honlapunkra, illetve a Facebook oldalunkra. Bízunk benne, hogy legalább annyian lesznek, mint tavaly, hiszen több mint 70 képet és videófelvételt kaptunk. Bízunk benne, hogy most is sokan fognak ez iránt érdeklődni, hiszen tudjuk, hogy sokkal többen főznek azon a napon birkapörköltet, hiszen ha kimegyünk a városba, bármelyik utcába, mindenhol a birkapörkölt illatát érezzük, úgyhogy bízunk benne, hogy sokan élnek majd a lehetőséggel. Akik küldenek nekünk képet, illetve videófelvételt, őket majd egy kis meglepetéssel jutalmazzuk. Június 22-éig kérték tőlünk a vállalkozók, hogy addig azért jó volna, hogyha jeleznék a vásárlási szándékot az érkezők, a karcagra érkezők, illetve a város lakói. Több helyen lesz. Elsőként a Szélmalmi Fogadóházat említeném, hiszen ott a Karcagi Birkafőzők Egyesülete fog bemutatót tartani, a kunsági birkafőzés karcagi hagyományának a módját fogják ott bemutatni, illetve lesz egy kis gyermekprogram is. Itt a Dériné előtti lezárt útszakaszon két vállalkozóval találkozhatnak majd, akik nagyon finom birkapörköltet fognak kínálni. Szintén a Morgó udvarán érezhető majd a pörkölt illat, hiszen ott is egy vállalkozó lesz majd, aki főz. A Lovagudvarban is találkozhatnak majd birkapörkölt illattal, illetve majd este, illetve a nap folyamán a Magor Klubházban, kint Magyarkán is érezhető lesz, és kóstolható lesz a birkapörkölt mindazok számára, akik ellátogatnak ezekre a helyszínekre. Viszont a programokról is szóljunk, kezdjük akkor itt a Dériné előtti és a Dérinében lévő programokkal. Igen, 10 órakor kezdődik a napi program egy térzenével. Voltak már nálunk a városban, és van is karcagi érdekeltségük a fellépő közül néhányaknak. A Brass on the Road nevű fúvós együttes érkezik majd hozzánk. Ők térzenével indítják a napot. A Filagóriánál, a Kossuth téren találkozhatnak velük azok, akik arra járnak, majd ők át fognak ide jönni a Dérinéhez, itt is adnak egy kis műsort,
Délután, ha már a Dérinénél tartunk, itt a földszinti moziterembe várjuk a nóta kedvelőket, hiszen a Hakme cigányzenekar a kíséretében, Fehér Gyula primás vezetésével, Kolostyák Gyula, Monzinger Ferenc, Gáspár Anni és Várnai Adrián nótaénekesek adnak bizonyára nagyon szuper műsort, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt. A látogatóközpontban, hiszen itt van a szomszédunkban, ott a gyerekeknek kínálunk programot. A Bengecseg Alapítvány segítségével tudjuk ezt a programot megvalósítani. Bojtárszállás a neve. Hosszú lenne elmondani, hogy miről szól, de nagyon jó kis program lesz, és biztatom a családokat és a gyerekeket, hogy hozzák el a szülőket magukkal, hiszen aki a Bojtár útlevélben megfelelő számú pecsétet szerez, az ajándékban részesül, úgyhogy biztatom a gyerekeket. Itt meg kell említenem, hogy együttműködve a Györffy István Nagykun Múzeummal néhány helyszínüket is bevontuk ebbe a játékba, úgyhogy tényleg érdemes ellátogatni hozzánk. A délután a Nagykun Látogatóközpont programját pedig a Lóvá tett lovagok című bábszínházi előadás zárja, ez a Láda fia bábszínház. Velük is találkozhattak már korábban a birkafőző fesztiválok gyerekprogramjai kapcsán. Sportcsarnokban is lesz egy helyszín, úgy tudom. Igen, a sportcsarnokban mozogni vágyókat várjuk, mert ott egy légváras dzsembori lesz, úgyhogy ott oda azokat várjuk, akik szeretnének ugrálni, mozogni, de mindenhova érdemes ellátogatni. A Dérini előtt egy lelezárva az útszakasz a Kóp áruháztól a Dériné sarkáig, itt a Táncsics körút és a Dózsa György út sarkáig le fogjuk zárni az útszakaszt, oda pedig egy kézműves, illetve egy kis kirakodóvásárt szerveztünk. Mely rendezvények látogathatók ingyen, és hol vannak belépők, és milyen feltételek? Ingyenesen látogathatók, a rendezvények nagy része ingyenesen látogatható, a gyerekprogramok a sportcsarnok kivételével, tehát a légváros program kivételével ingyenesen látogathatók. A nótaműsor is ingyenesen látogatható, de regisztrációs jegyhez mindenképpen kötjük a látogatók számát, hiszen meghatározott számú néző térhet be a moziterembe. Itt egy picit eltérünk attól, amit eredetileg hirdettünk. Lehetőségünk lett, és így ingyenesen tudjuk adni a programot. Akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír mindenkinek, tehát aki a plakát alapján nézi, azt most tudatosítani kell, hogy igen, ingyenesen látogatható. Kérjük azt, hogy előzetesen jelentkezzenek minél hamarabb, mert nyilván korlátozottak. Itt ami nagyon fontos, hogy a zárt térben, tehát úgy a Dériné Kulturális Központban, mint a sportcsarnokban, illetve majd még egy pár gondolatot mondok, az ifjúsági házban tervezett programjainkhoz mindenképpen szükséges a védettséget bizonyító igazolvány, tehát anélkül sajnos nem lehet betérni. Ezeken a helyeken maszk használata nem kötelező, de a védettségi igazolványt nagyon szigorúan kell vennünk, tehát azt minden helyszínen ellenőrizni fogjuk. És akkor van egy előesti koncert is, amiről még szóljunk itt a végén. Így van, a Fülemüle Presszó tribünben fog nekünk egyet muzsikálni, úgyhogy őket is nagyon várjuk. Tudjuk, hogy nagyon sokan szerették őket, korábban már a Borudvarban, illetve más rendezvény alkalmával találkozhattunk velük. Egy nagyon jó hangulatú este lesz bizonyára, úgyhogy bízom benne, hogy őket is sokan fogják nézni és táncolni a muzsikájukra. Felfegyverkezve elkövetett garázdasság elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a Püspökladányi Rendőrkapitányság egy 36 éves helyi férfival szemben. Gázfegyverrel üdvözölte a haragosát egy püspökladányi férfi. A szomszédok döbbenten mesélték az esetet stábunknak. Sajnos elég szomorú. Azt se tudjuk, hogy ki csinálta, vagy miért csinálta. Nem tudom. Nem tudok semmit.
Nagyon szomorú, hogy ilyet csinálnak, bár ilyen van a világon. Nem elég, hogy külföldön meg itt ott csinálják, még most már itt is Magyarországon. Egy csúnya dolog, aki csinálta, csúnya. Szégyellje magát, én csak ennyit tudok mondani. Egy nő szerint szerelemfélt is áll a háttérben. Tudom, ment a haragosához, és mert elszerette a nőit például. Esetleg. Honnan tudjuk? Nem tudjuk, mert lehet, hogy még ő se tudja. Bosszúból csinálta szerintem. És mit csinált bosszúból? Hát a lövöldözés az nem megoldás. Azt hitte, hogy ezzel majd bosszút áll rajta, holott magának állt a legtöbbet, meg a lakosságnak szerintem. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást a püspökladányi rendőrkapitányság egy 36 éves helyi férfivel szemben. A férfi hétfőn este 9:30-kor elővette gáz- és riasztófegyverét, és azzal fenyegette a ház elé érkező haragosát, majd egyszer a levegőbe lőtt. Sérülés nem történt. A kiérkező járőrök a férfit a helyszínen elfogták, előállították, majd gyanúsítottként kihallgatták, a gázpisztolyt pedig lefoglalták. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!